Köszöntöm a Mosonmagyaróvári Városi Televízió nézőit. Önök a híradót látják 2013. december 16-án hétfőn 19 órakor. Híradásunk tartalmából. 20. évforduló. Tisztelegtek Antal József miniszterelnök előtt. Jótékony célú sütizés. Gyógyításra fordítják a bevételt. Faállítás víz alatt. Idén is karácsonyoztak a búvárok. Halálának évfordulója emlékezett meg Antal Józsefről a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület. A Szentmisét követően a főutcán lévő emléktáblánál Szabó Miklós elnök a néhai miniszterelnök szavaival kezdte a megemlékezést, majd pedig az egybegyűltek elhelyezték koszorúikat. A politikus 20 évvel ezelőtt hunyt el. 1932-ben Budapesten született Antal József néhai miniszterelnök. Halálának 20. évfordulóján szentmisével kezdte a megemlékezést a Mosonmagyaróvári Polgári Kerekasztal Egyesület az Óvári templomban, majd pedig a politikus tiszteletére elhelyezett emléktáblánál folytatódott az ünnepség. Aki ma arra vállalkozik, hogy miniszterelnök legyen, annak vagy fanatikusnak, misszionáriusnak kell lennie, vagy pedig őrültnek. A főutcán Szabó Miklós egyesületi elnök kiemelte, a jubileumra való tekintettel idén nem egy méltatást olvasna fel az egybegyűlteknek, hanem Antal József szavait idézni, amelyek mind a mai napig aktuálisak és jellemzik a nagyságát. Személyes élmények is fűzik az egykori gimnáziumi tanárhoz. Halálakor személyesen mentem el Vida István barátommal Budapestre a ravatalozására, és azt a megható volt látni azt a méltósággal viselt várakozást, amely hosszú-hosszú órákon keresztül a nagy hidegben fiatalok, gyerekek, felnőttek, idősek részéről megvolt, hogy eljussanak a parlamentben felállított ravatalhoz. Antal politikájában meghatározó volt a képviseleti demokrácia iránti elkötelezettség, a nemzeti érzelem és a keresztény értékek fontossága. A mai politikusok, felnőttek és diákok sokat meríthetnek erejéből, szemléleteiből. Antal József mind emberként, mind politikusként, államférfiként, azt hiszem példaként kellene, hogy szolgáljon a mai politikai elit és minden politikában résztvevő számára, hiszen tisztességével, a haza, a nemzet iránti elkötelezettségével példát mutathat nekünk, polgároknak, és ő egy erős keresztény, demokratikus Magyarországot kívánt teremteni, sajnos ehhez mindössze 3 szűk esztendő adatott meg számára. A Polgári Kerekasztal Egyesület elnöke hangsúlyozta, kötelességének érzi, hogy minden évben tiszteletét tegye Magyarország első rendszerváltás utáni miniszterelnöke előtt. Politikáját és az élethez való hozzáállását meg kell őrizni, és tovább kell adni az utókornak. Közös erővel segít Rémai Gráfő Fannin a Flash Károly Nonprofit Kft., valamint a Nők a Városért Egyesület. Süteménysütő versenyt szerveztek, az elkészült finomságokat pedig a vendégek jótékony céllal vásárolhatták meg. A teljes bevételt a kislány gyógyítására fordítják. Az eredményhirdetés után fellobbant a láng az adventi koszorú 3. gyertyáján is. Szépen van tálalva, ugye? Jól látom? Nehéz döntés előtt állt a zsűri a jótékony adventi süteménysütő versenyen. Több tucatféle édesség díszelgett az asztalon a Nők a Városért Egyesület és a Flash Károly Nonprofit Kft. Adománygyűjtésén. Én azt veszem észre, hogy egyre többen jönnek, tehát az emberekben megszokottá válik most már a téli fesztivál. Jelen pillanatban is 35 alkotás érkezett, 35 finomság, nem volt könnyű dolga a zsűrinek. A jótékony háziasszonyok minden tudásukat és kreativitásukat beleadva készültek. A sütemények íz és színvilágát természetesen a karácsony ihlette. Reméljük, hogy úgy mondom, hogy folytatása lesz, mert sajnos mindig van rászoruló, akit esetleg tudunk vele segíteni. Hamar megtelt a sátor a Magyar utcán, a finom illatok és az adományozás öröme azonnal oda vonzotta a járókelőket. A kislány, aki gyűjtünk most, a Bölcsi sem volt valamikor régen. Nagyon eleven kislány volt, imádtam a gyereket is, mint a szülőket is, és együtt érzek velük. Sose lehet tudni, hogy kinek mikor kerül sor. Segítség, ezért adakoztam. Egy az, hogy nagyon jó ismerősünk a Marian, és egy kisgyerekért, ha ilyen gyűjtés van, azt mindenképpen.
Ha egy kisgyerek beteg, annál rosszabb, mint szerintem, úgyhogy nagyon szívesen csináljuk. Mindenkinek díjat kellene adnunk, mert mindenki szívvel, lélekkel és sok-sok szeretettel készült erre a napra. Az eredményhirdetés és a díjak kiosztása után Iváncsics János alpolgármester adventi gondolatait osztotta meg az egybegyűltekkel. Egyre közelebb jön a megváltónak a születése, annak a megváltónak, aki a szeretetet hirdette, akkor bennünk is ez a szeretet az egyre erősebb lesz, és tényleg csak azt tudom kérni, hogy próbáljuk ezt mindennapokban az év további szakaszaiban is tovább vinni. Majd pedig meggyújtotta a városi koszorún a harmadik gyertyát. Egy hét múlva beköszönt a karácsony, érdemes megállni egy-egy pillanatra, hogy nyugodtan, méltóképpen készülhessünk a megváltó születésére. A legutóbbi testületi ülésen a képviselők döntöttek a Huszárgál Városi Könyvtár intézményvezetői tisztségére kiírt pályázatról. Egy érvényes jelentkezés érkezett, így továbbra is Gyurics Zoltánné vezeti a közintézményt. A tanácskozás elején jelentette be Nagy István polgármester, hogy a város aljegyzőjévé nevezték ki Csanádi Viktóriát, aki osztályvezetői teendői mellett látja el ezt a feladatot. Szombaton rendezte meg karácsonyi ünnepségét a Dípex Búváriskola. Ahogy mások is tartanak céges rendezvényeket, úgy a búvárok is találkoznak. Ám ezeken a partikon ritkán merülnek le az emberek a 8 fokos vízbe, hogy fát állítsanak. Gyülekeznek a mosonmagyaróvári búvárok a Hegyesfalmi bányató partján. 6. alkalommal díszítik a fát különleges módon. Szaloncukrot kívánnék ebből az acskóból, és berakni a kavicsot, és így megcsinálni. És akkor majd el fogjuk rakni a karácsonyfára. Muszáj kicserélni a szaloncukrot kavicsra, mert különben lebegne a csomagolás. A kő viszont a víz mélyén is lehúzza a papírt. Az akkumulátor pedig a fényfüzérnek ad áramot a víz alatt. Így teljes az összkép a bányató mélyén. Elég extrém dolognak tartom ezt az egészet, az ember felébred reggel a meleg ágyába, és olyan elképzelhetetlenek tartja, hogy egyáltalán egy rövid nadrából kimenjen, nem hogy egy jéghideg tóba lemenjen. Sokan érkeztek a búvár karácsonyra, volt, aki hajnalban Szegedről indult útnak. Szegedről jöttünk, hogy az éves búvár karácsonyt részt vegyünk itt többen. A magyarok mellett osztrákok is eljöttek a víz alatti karácsonyfaállításra. A két fát körülállták a vízben a búvárok, énekeltek egyet előbb magyarul. Kis karácsony, karácsony, kis karácsony. Majd németül. Ó, Tannenbaum, ó, Tannenbaum, a családtagok és barátok sátorból követték az eseményeket, a néhány perces ünneplést. Volt, aki felszerelés nélkül is megmártózott a 8 fokos vízben, de igazából azért gyűltek össze a búvárok, hogy erősítsék közösségüket. Eltöltünk egy csodálatos napot, megünnepeljük a karácsonyt a nagy családdal, a búvárokkal, aztán persze majd mindenki otthon kiki a kis családjával 24-én, az egy családi történet, viszont mivel ide tartozunk a búvárok nagy közösségébe, mindig úgy érezzük, hogy fontosnak tartjuk, hogy itt is megünnepeljük külön a karácsonyt. A víz alatt sorakoznak a karácsonyfák, a búvárok pedig jövőre is merülnek feldíszített fenyőjükkel. Kedves nézőink, a híradót látták. Ma este a hírháttérben Kopeti Márton Tamás képviselővel a múlt heti testületi ülésről beszélgetünk, majd pedig a sportmagazinunkat láthatják. Friss híradóval legközelebb december 17-én kedden este 7 órakor várom Önöket. Viszontlátásra!